Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal egy igazán különleges mintakötését nézzük meg. A mintánk gyakorlatilag egy 3x2-es patent minta, de ami a három sima szemen kialakul, annak ellenére, hogy viszonylag egyszerű mozdulatsort végzünk, az valóban valami egészen különleges. A minta egység tehát 5 szem, ehhez jön még 2 szem a szimmetria miatt, valamint a 2 szélszem. Ezen a mintán, ahol 1, 2, 3, 4, 5 minta egységet kötöttem, ez azt jelenti, hogy 5x5 plusz 2 plusz 2, 29 szem van a tűn. Magasságban pedig mindössze 2 sort kötünk. Nézzük az első sort, mintha közvetlenül a szemfelszedés sora után lennénk. Az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót pedig fordítottan kötöm majd. Szélszem. Két fordított szemet kötünk. Majd a következő három szemre figyelünk. A második és a harmadik szem közé beszúrjuk a tűt, és innen kihúzunk egy sima szemet gyakorlatilag, majd egy ráhajtást teszünk a tűre, újabb szemet húzunk ki a második-harmadik szem közül, újabb ráhajtás, és simán hátsó szálból összekötjük ezt a három szemet. Ezzel három szemből ötöt kötöttünk, és most azt a két szemet, ami egészen hosszúnak tűnik, és teljesen jól kivehetően elkülönül a többitől, ez alá, a két szem alá szúrjuk a bal tűt, és ezt a két szemet ráhúzzuk a többire, a másik háromra, és ezzel újra három szemünk lett a tűn. Tehát gyakorlatilag három szemből hármat kötöttünk. Ez egy minta egység. Újra kezdjük. Két fordított. Második, harmadik szem közé szórunk. Sima, ráhajtás. Sima, ráhajtás, és gyakorlatilag még egy sima, de ezzel az utolsó sima szemmel hátsó szálból mind három szemet összekötjük. Öt szemünk van tehát a tűn. A kettő jól kivehető szem alá szúrjuk a bal tűt, és ráhúzzuk a másik háromra. Ezzel újra három szemünk van. Újra. Két fordított. Második-harmadik szem közé szúrunk. Sima. Ezek a sima szemek lesznek azok egyébként, amik alá majd szúrunk. Ezek a hosszú szemek. Tehát sima, ráhajtás. Sima. Ez a két szemünk lesz a hosszú, ráhajtás, és a harmadik sima, amivel hátsó szálból mind három szemet összekötjük. Most tehát három szemből öt szemünk van még a tűn, a kettő hosszú szem alá szórunk, ráhúzzuk a maradék háromra, három szemből hármat kaptunk. Újra két fordított. Második, harmadik szem közé sima ráhajtás, sima ráhajtás, és sima hátsó szálból mind három szemet egybe kötve. Öt szemünk van, kettő hosszú alá szórunk, ráhúzzuk a másik háromra,
háromból három szemet kötöttünk. Két fordított, második, harmadik szem közé. Sima ráhajtás, sima ráhajtás. Sima hátsó szálból mind három szemet összekötve. Öt szemünk van, két hosszút ráhúzzuk a másik háromra. Háromból hármat kötöttünk, és a sor végén a két szimmetria szeme fordított. Szélszem. Ez volt az első sor. A második sor következik, ez már nagyon egyszerű lesz, gyakorlatilag fedetten kötünk, tehát kettő sima, három fordított, kettő sima, három fordított. Így haladunk végig. Kettő sima a végén, és a szélszem. Ez volt a második sor. Ezzel a két sorral megkötöttünk egy minta egységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ezt eddig már megtette. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek.